Sziasztok, Szekér Viktória vagyok, ez a Tukenduit nyelvtanulás YouTube csatornája, és itt a nyelvek rendszerét tudod uh, megtanulni, ebben segítek uh, minden héten szerdán egy új videóval. A mai napon öt tippet fogok adni arra, hogy hogyan tudsz könnyebben átmenni a nyelvvizsgám. Ez pedig egy nagyon hosszú bevezetést fogok tartani. Uh, most itt uh, nem felvágásból, csak mégis, hogy Kreditet kapjak, most itt összegyűjtöttem, biztos nem fog beleférni a kamerába ezeket, ezek a nyelvvizsgáim. Üm, és összesen, hát ő egy kicsit kilóg, de lényegében van ebből hat, Üm, és hát ez baromi nagy csalás, mert igazából csak három nyelvből van nyelvvizsgán. Ugye úgy jön ki a hat, hogy középfok és felsőfok Üm, szépen lépegettem. Szóval, és akkor ezeket végigvenném a tapasztalatokat először. Hát volt, ami már azért jóval arrébb volt, hogy letettem, de mégis, hogy uh, hogyan lépegettem. Az első, ez mutogathatom, hogy igazából ugyanazt, úgy sem látszik, ez a Euroexam B2-es nyelvvizsgája, az angol nyelvvizsgája. Igazából én azt gondolom, hogy akkor még nem tudtam angolul, amikor ezt letettem, de meg lett. Szóval ez egy letelhető nyelvvizsga, ez azóta is letelhető nyelvvizsga, de azért azt mondom, hogy nyilván érdemes mindegyikre felkészülnöd rendesen. Aztán a francia B2-es a BME-nél. Uh, erre tisztán emlékszem, mert hát akkor lett rövid a hajam, viszont a személyimnél még hosszú hajú voltam, és konkrétan majdnem uh, nem akartak beengedni, és majdnem még uh, a rendőrséget is hívták, hogy hát én valaki helyett nyelvvizsgázom, úgyhogy ez egy kalandos nyelvvizsga volt. Uh, és amire nagyon emlékszem, hogy ott vagyunk az egyetemi előadóterembe, uh, jó idő van, ki van nyitva az ablak, én hátul ülök a magnó elől, és egy ilyen recsegős magnó, egy ilyen régi recsegős magnóból jön a hallott szövegért, és franciául. Szóval ez egy csodálatos élmény volt, amire még nem emlékszem, hogy nem jutott eszembe a szóbelénél az, hogy hogy van a leszáll, mint a gép, ez egyébként az atterír, és egyébként a vizsgáztató segített, és meg is lett a nyelvvizsgálat. Akkoriban egyébként a legnehezebb része ennek a nyelvvizsgának az volt, hogy lényegében van egy szöveg, van azt hiszem 15 ilyen kis rés, ahova berakhat szavakat, és van 20 szavad. Emlékszem, hogy azt így rongyá gyakoroltam akkor. Aztán jött a Cambridge C1-es nyelvvizsga, ezt konkrétan nem vettem komolyan, mert egy ismerősemmel mentem párban a szóbelire, és ezt nagyon sajnálom, mert 79% et és biztos vagyok benne, hogy egy kicsit érettebb vagyok, akkor, akkor sikerült volna az, hogy meg legyen 80 fölötti. És nagyon kifáradtam, azt tudom, mert a hallott szövegértés az csak a harmadik egység volt, és rögtön így az írás Sos rész végén, tehát, hogy én addigra már magyarul sem értettem volna valószínűleg sokat. Üm, és magát a felkészülési folyamatot mondjuk, nagyon szerettem, ez egy ilyen kis mellékes dolog, de hogy amikor valakit készítek föl angolból, nagyjából bármire előbb-utóbb bejutunk a cambridge feladatokhoz, mert nagyon jó készségeket gyakoroltat, és, és én is úgy gondolom, hogy a felkészülési folyamat alatt nagyon sokat tanultam olyan dolgokat, amik nem csak a nyelvvizsgán fontosak, hanem amúgy a nyelvben való kiigazodásnál is. Aztán jött a Francia Intézet DALF C1-es nyelvvizsgája. Hát ennek imádtam a felkészülési folyamatát, a Francia Intézetbe jártam előkészítőre, egy tök jó csapat volt. Hát az a francia hangulat, az abszolút belengte az egészet. Azt mondták, hogy angol akcentusom van egyébként franciául, és amire tisztán emlékszem, hogy a szóbelinél arról kellett beszélnem, hogy hogyan lehet bevonni a társadalomba és a munkaerőpiacra az idősödő embereket. És hát... Én mondjuk akkor voltam, nem tudom, 20 éves, és velem szemben pedig ült három idősödő hölgy, és éreztem a feszültségét annak, hogy hát itt most nem csak a francia nyelvtudásomat kell használnom, hanem azt is, hogy hát nyilván ne tűnjek egy, egy ignoráns fiatal hülye gyereknek, hát mondjuk ki. És, és ez egy plusz, plusz stressz volt ezt felismerni, hát nyilván... Nem azt mondom, hogy, hogy véleménykülönbség miatt lepontoztak volna, de mondjuk, hogyha öm, rezonálsz azokra a témákra, amik esetleg így fontosak, és amúgy is intelligensnek tűnsz, az, az például hasznos lehet szerintem a nyelvvizsgánál. Azt, megcsináltam a Göte német B2-es nyelvvizsgáját, majd a Göte C1-es nyelvvizsgáját, az nagyon megragadt. A szóbelinél arról kellett beszélnem, hogy lényegében mit csinálnék, hogyha egy új lakásba költöznék, rögtön megvenném a bútorokat kölcsön mellett, vagy tehát úgy, hogy kölcsönt veszek föl, vagy csak egyessével veszem meg a bútorokat és gyűjtök. De most ezt tudni kell, hogy én akkor még soha nem éltem külön, és soha nem vásároltam butort, és sosem gondolkoztam ilyen dolgokon. Tehát ez például egy valós probléma, hogy nyelvvizsgál közben. Simán lehet, hogy olyan témával találkozol, ami hát nem csak olyan kihívások elé állít, hogy most akkor németül ezt például hogyan mondanád el. Um, arra is emlékszem, hogy a hallott szövegértésnél egy török dal ment a háttérben, és én végig arra figyeltem. Um, és hogy az egyik megoldás a hallott szövegértésnél, az egy Wagner opera címe volt, amit azóta sem tudok, mert rendkívül kulturálatlan vagyok opera, az opera terén, tehát ö, ö, ilyen is lehetséges, ö, és egyébként azt az öreg hibát elkövettem, hogy nem írtam be azt, amit hallottam, mert sejtettem, hogy az lesz a megoldás, de hát annyira értelmetlen volt számomra, hogy, 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 hogy végül nem írtam be ezt ne tegyétek. És azt is tudom, akkor már tanári tudatessággal ültem ott, bár nyelvvizsgáztam, hogy, hogy volt egy olyan hallott szövegértés kérdés, amire konkrétan szerintem két-három percig csak így kerülgették, elmondták az összes opciót, direkt megzavartak, tehát ugye hihetetlenül hát nem korrekt módon csinálták ezt, már mint hogy úgy volt megcsinálva a hallott szövegértés, erre fel kell készülni, ilyen lehetséges. Na, és akkor most eljutottunk a hosszú bevezető után a tippekig ami a legfontosabb szerintem, hogy ismerd a feladatokat. Üm. Például én, hogyha valakit készítek fel nyelvvizsgára, akkor azt szoktam csinálni, hogyha valaki bizonytalan, hogy az összes felelhető nyelvvizsgát azon a szinten megmutatom neki, feladom házinak, megbeszéljük, és feltérképezzük azt, hogy neki mi az, ami logikus, számára mi szimpatikus, mi az, ami az igényeinek megfelel, tehát hogy szeretne nemzetközileg elfogadottat, mik a preferenciái. Ilyen volt nálam például a németnél, hogy az én nemzetközi ideg elfogadottat szerettem volna, ÖSD vagy gőte, tehát hogy osztrák intézet vagy gőte intézet, a, ez volt a kérdés. És ö, én össz az SD-re gyakoroltam, és aztán én rájöttem arra, hogy nekem az nem oké, okay, hogy a hallott szövegértésnél egyetlen egy esélyem van. A götéről akkor is nagyon hillett, hogy fú, hát ez letehetetlen. De úgy jöttem vele, hogy hát én mégis csak a götét fogom csinálni, mert nekem személyesen az egy nagyobb kihívás, hogy az ő SD nél egy, egyetlen egy esélyem van, és csak annyi. A második tipp, figyelj a gyengeségeidre. Ez nagyon nehéz. Én most a Cervantes Intézet Dele C1-es készülök, és ami nekem nagyon nehezen megy, ez a hallott szövegértés. Konkrétan az a része megy nehezen, hogy bár megértem a szöveg nagy részét, egyszerűen valahogy mégsem tudom lekövetni a logikáját a feladatoknak. Um, és hát észrevettem azt, hogy kerülöm. Tehát nyilván sokkal nagyobb élmény nekem megcsinálni egy másik feladat részt, és azt mondani, hogy hát ez tök jó, ez 75% lett, és én teljesen rendben vagyok, holott Igazából, hogyha tanárként nézem, akkor azt kéne csinálnom, hogy rogyásig gyakorolom a halott szövegértést. több egy plusz tipp, amit mindig szoktam mondani, és én, engem is kínoztak francia szakon ilyennel, amikor nyelvvizsgára készültem, hogy ha nagyon nem értesz egy halott szövegértést, akkor szépen szóról szóra, írd le, pörgesd vissza, halljad ki, írd le, baromira idegesítő feladat, de nagyon-nagyon hasznos Igazából szerintem minden nyelven, franciánál ez különösen fontos volt, um, és ugye, hogyha van átirat, akkor ezt te is le is tudod ellenőrizni, és egyszerűen kihallani azt, hogy hol, hogy, hogy is van ez az egész szöveg. Um, ami még talán ilyen gyengeség lehet, például a Cambridge-nél van a mondat átalakítós feladat, amikor van két mondatod, és a másodikat neked olyanra kell átalakítani, hogy ugyanaz legyen az értelme, mint az elsőnek, és plusz egy szót is beleraktál, hát ez is egy rohadt nehéz feladat. Öm, hogyha valaki Cambridge-re készül, például akkor én azt szoktam mondani, hogy lényegében ez a kvalifikáció, tehát hogyha ezt meg tudod oldani mondjuk olyan legalább 75%-ra, akkor e, már például nyugodt lehetsz, hogy talán a többi egy kicsit kevesebb e, meglepetést rejt, vagy kisebb kihívás lesz. Ami fontos még, harmadik tipp, idomulj a logikához. E, volt konkrétan olyan helyzet, hogy egy tanítás során, e, hát körülbelül ilyen negyed óráig, de mondjuk lehet, hogy volt 20 perc is, egy feladat nevében magyarázkodtam egy tanítványnak, mert számára sehogy nem volt ez logikus, hogy miért az a megoldás és én teljesen együtt éreztem vele, tényleg nem volt logikus, de ez nem számít. Tehát a feladat világán belül logikus volt, és az, hogy te amúgy személyesen mit gondolsz a feladatról, vagy mit jelölnél be, vagy mit, mi a következtetésed, az, azt vissza kell, háttérbe kell nyomni. A negyedik tipp, fogadd el, hogy hibázni fogsz. Ezt nem lehet elkerülni, és, és igazából mindig van egy ilyen, nem tudom, egy mérce, hogy ugye mivel a gimnáziumban, általános iskolában az volt mindig belénk táplálva, vagy hát 90% fölött az, ami jó, de nyelvvizsgálatban ugye 60%-ot kell elérni. Nem azt mondom, hogy arra azt céloz be, hogy 61% akkor is szépen megvan, vagy 60%, de azt is, tartsd így a tudatodba, hogy igazából belefér az, hogy hibázzál. Tehát 60 százalék, hogyha 75 százalék lesz például egy nyelvvizsga, az is tök jó. Üm, nyilván vannak olyan nyelvvizsga típusok, ahol az is számít, hogy milyen százalékkal üm, érted el, de hibázhatsz. Szóval ezt enged meg magadnak, és hibázhatsz abban is, ahogy beszélsz, mert hogyha visszamész még a mondat végén, és újra elmondod ezt a mondatot, vagy szót jól, akkor lényegében azt kell figyelembe venni. Az ötödik és utolsó tipp az, hát ez a legnehezebb, hogy fogadd el azt, hogy lefagyhatsz. Um, ez simán lehetséges velem is megtörtént, miközben egy eléggé fontos beszélgetésen, éppen egy megbeszélésen voltam a francia intézetnél. Velem szemben, hát anyanyelvi franciák, vagy hát szinte anyanyelvi franciák, vagy olyanok, akik magyarul és franciául is tudnak, vagy magyarok, de rohadt jól tudnak franciául. Uh, és hát éppen egy olyan helyzet volt, hogy azért nyilván meg akartam őket arról győzni, hogy hát uh, én egy jó, uh, együttműködő partner leszek. Um, és ott uh, ültem, emlékszem, uh, emlékszem, hogy még a, a megbeszélés elején hát fe, feltették kérdésnek, hát ugye nem gond, hogy franciául beszélünk, és mondta, hogy, hogy ilyen uh, és uh, valamire válaszolnom kellett, és tisztán emlékszem, hogy az Istenért nem jutott eszembe az a szó, hogy kutatni. Um, ami egyébként röhelyes, mert, uh, vagyis hát magamra mondva mondom, hogy ez röhelyes, mert ugye research, uh, research, tehát hogy kerestem a szavakat, mondom, de Tök ugyanaz, mint angolban, és nem tudtam, és ott ültem, és így, így, csak így csináltam ezt, hogy uh, mm, oké, okay. uh, és hát én így, így teljesen én le is tettem magamról, hát én nem tudok francia, kész okay. Um, utána azért megkaptam uh, kettő uh, ott lévő embertől is, hogy hát de tök jól tudok franciául, szóval lényegében azért nekik nem az volt a mérce, hogy most én a rösersét azt hirtelen tudom-e mondani, vagy sem. Um, és ami fontos, hogyha lefagytál, és a példámon tanulva, amit én is csináltam meg, akkor nem kell kimondanod azt a szót, tehát körülírhatod. Mondhatsz másik szót, mondhatsz szinonimát, körülírhatod, tehát tényleg nem kell feltétlenül kimondanod, ne feszülj rá arra, hogy például nem jut be arra se ahogy én tettem. Lényeg a lényeg, azt akartam mondani, hogy a nyelvvizsga az letehető. Figyelj arra, hogy ismerd a nyelvet, és tud használni, és okosan használni, és stratégikusan használni ismerd a szófordulataidat, tud elkerülni azt, amit nem tudsz annyira magabiztosan, és ne fagyd le akkor, hogyha valami éppen ö, nem jut eszedbe. Teljesíthető ez a kihívás, meg tudod csinálni, és jövő héten találkozunk.